Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, húsvét 5. vasárnapjának vigiliáján szentmisénket az április hónapban elhunytakért ajánljuk föl. 57 éve hunyt el Hornyák János Dankovics Mária, 55 éve hunyt el Sztrelkó Gábor, élt 83 évet, 37 éve hunyt el Nádor Géza, élt 58 évet, 32 éve hunyt el Biari Ferencné, Engler Viktória, élt 91 évet, 30 éve hunyt el Kis Józsefné, Békki Gizella, élt 55 évet, Kis Lajos, élt 80 évet. 29 évvel ezelőtt hunyt el Tukarcs Vendel, élt 63 évet, Gyulai Lajosné Csanádi Anna, élt 87 évet. 28 éve hunyt el Bihari Jánosné Őzse Magdolna, élt 68 évet, Idős Dániel János, élt 85 évet. 27 éve hunyt el Szűcs István és Somogyi Erzsébet, élt 72 évet. 26 éve hunyt el Sztrelko Józsefné Pádár Ilona, élt 70 évet. Perlaki Attila, élt 45 évet. Marga Józsefné Tégen Ulyanna, élt 79 évet. 25 éve hunyt el Dániel Istvánné Kovács Margit, élt 73 évet. 24 éve hunyt el Rózsa Erzsébet Piroska, élt 57 évet, Szabó Imréné Lengyel Margit, élt 91 évet, Tóth László, élt 65 évet. 22 éve hunyt el Sípos Attila, élt 24 évet, Gyulai Sándorné Mándoki Emília, élt 94 évet, Kirják Pálné Stupinszki Julianna, élt 82 évet, Béres Margit, élt 78 évet. 21 évvel ezelőtt hunyt el Palatinusz Jánosné Stupinszki Ilona, élt 71 évet, Farkas Jenő, élt 77 évet. 20 éve hunyt el Szendrei Rudolfné Hornyák Erzsébet, élt 91 évet, Tóth Julianna, élt 81 évet, Tóth Sándor, élt 62 évet, Pap Erzsébet, élt 62 évet. 18 éve hunyt el Dániel Jánosné Toldi Terézia, élt 89 évet, Csillag Ilona, élt 79 évet, Rajcsányi Mihályné Vámos Edit, élt 72 évet, Farkas Béla, élt 66 évet. 17 éve hunyt el Józsa Istvánné Bihari Margit, élt 81 évet, Kossik Kálmánné Német Erzsébet, élt 84 évet, Vidovics Istvánné T. Szabó Róza, élt 79 évet. 16 éve hunyt el Bérci Jenő, élt 56 évet. Szemerányi István, élt 72 évet. 15 éve hunyt el Kirják Rudolfné Csontos Anna, élt 96 évet. Lengyel Ágnes, élt 76 évet. 14 éve hunyt el Özvegy Márk Imréné Csontos Erzsébet, élt 84 évet. 12 éve hunyt el Mándoki Ferencné Orbázi Erzsébet, élt 74 évet. 11 éve hunyt el Özvegy Boros Györgyné Lengyel Margit, élt 78 évet. 10 éve hunyt el Pataki Gyula, élt 82 évet. Dóri Gézáné Petreszki Natália, élt 82 évet. Kurilla Józsefné Herceg Olga, élt 93 évet. 9 éve hunyt el Mészáros Péter, élt 74 évet, Kapási Tibor, élt 71 évet, Özvegy Német Józsefné Flak Margit, élt 76 évet, Özvegy Balogh Istvánné Sípos Katalin,
élt 79 évet. 8 éve hunyt el Bencsik József, élt 77 évet, Szabó Imre élt 80 évet, Nagy Lajosné Hollós Julianna élt 85 évet. 7 éve hunyt el Özvegy Jó Sándor, élt 83 évet. 5 éve hunyt el Zbiskó Márton, élt 90 évet. Pádár István élt 77 évet. Szabó Lászlóné Ézsiás Magdolna élt 85 évet. 2 éve hunyt el Dr. Bellon Tiborné Imre Éva, élt 79 évet. Szamosvári Tivadarné Imre Éva Borbála élt 92 évet. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt ebben a szentmise áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a mi bűneinket, és vezessen el az örök életre. Te elveszed a világ bűneit.
dicsőségében. Istenünk, te megváltottál, és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra, és a mennyei dicsőségbe. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor megtérése után Saul Jeruzsálembe ért, a tanítványokhoz akart csatlakozni, de mind féltek tőle. Nem hitték el, hogy tanítványá lett. Végül Barnabás mégis maga mellé vette, és elvitte az apostolokhoz. Elmondta nekik, hogy Pál látta az úton az Urat, hogy az Úr mit mondott neki, és hogy ő milyen bátran kiáll Damaszkuszban Jézus ügye mellett. Pál ezentúl velük járkelt Jeruzsálemben, s nyíltan beszélt az Úr nevében. A görög nyelvű zsidókhoz is beszélt, sőt vitába szállt velük, de azok az életére törtek. Amikor ezt a testvérek megtudták, Cezáreába kísérték, majd onnét Tarzuszba küldték. Ez egyház egész Júdeában, Galileában és Szamariában békét élvezett. Megerősödött, az Úr félelmében élt, és a Szentlélek segítségével egyre terjedt. Ez az Isten igéje. Dicsérlek téged, Istenem, szent néped körében. Dicsérlek téged, Istenem, szent néped körében. Az Isten félők előtt teljesítem a fogadalmam. Egyenek a szegények és lakjanak jól. Áldják az Urat, mind akik keresik, szívük élni fog mindörökké. Dicsérlek téged, Istenem, szent néped körében. A föld határai megemlékeznek erről, és az Úrhoz térnek. Leborul előtt a nemzetek minden családja. Egyedül őt imádják mind, akik a földben alszanak. Hódoljanak előtte mind, akik a porba visszatérnek. Dicsérlek téged, Istenem, szent néped körében. Neki az én lelkem, és neki fog szolgálni nemzetségem. Beszéljenek az Úrról a jövendő nemzedéknek, igazságát hirdessék a születendő népnek. Mindezt az Úr cselekedte. Dicsérlek téged, Istenem, szent néped körében. Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Gyermekeim, ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. Erről ismerjük fel, hogy az igazságból valók vagyunk-e, és így nyugtatjuk meg színe előtt a szívünket. Ha szívünk vádol is valamivel, Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud. Szeretteim,
Ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt. Bármit kérünk, megkapjuk tőle, hisz megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami neki tetszik. Az az ő parancsa, hogy higgyünk fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint ő parancsolta. Aki teljesíti parancsait, Istenben marad, és Isten is ő benne. Azt, hogy ő bennünk marad, a lélektől tudjuk, akit adott nekünk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Jézus mondja, maradjatok bennem, és én bennetek. Aki bennem marad, bőséges termést hoz. Halleluja, halleluja, halleluja. Itt is meg szülemet és ajkamat minden az Isten illő és nyújtomon ünnesen szent evangéliumot. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemesz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Krisztusban, kedves testvérek, a mai olvasmányok valamiképpen a keresztény élet összefoglaló képét tárják elé. Az első olvasmányban az apostolok cselekedeteiből hallottuk Szent Pál apostol példáján keresztül a Krisztushoz térés és megtérésnek a fontosságát. Szent Pál élete első szakaszában emberi szempontok szerint mondhatni, hogy egy elismert személyiség volt Saulként. Sikeresnek mondhatta magát, mert eredményesen harcolt a keresztények ellen, és úgy látszott, hogy jó úton jár. Mindenki becsülte az ő lendületért, buzulkodásáért. Igazi hű zsidó volt. Az élete folyása a kegyelem érintésére azonban az eddigihez képest ellenkező fordulatot vett. Teljesen más értékrend szerint kezdett élni. Pedig a sok előítélet miatt, míg a jeruzsálemi tanítványok sem akarták maguk közé fogadni, ezt is hallottuk az olvasmányban. Csupán az segített, amikor mások bizonyították, hogy milyen bátran kiállt Jézus ügye mellett. Ő maga pedig Jézusra hivatkozik, akivel találkozott a damaszkuszi úton. Megtérése előtt mondhatjuk, hogy a maga erejéből akart valakivé válni. Kizárólag emberi eszközökkel küzdött, hogy elismerjék, hogy
mások számára hasznos legyen. Azonban csak akkor lett igazán értékes emberré, amikor vállalta, hogy Krisztus követi és keresztényé lesz. A megtérés fontos eleme a tanúságtétel, a Krisztussal való találkozás. Az evangélium már arról szól, hogy milyen az élete annak, aki már Krisztusba oltódott a keresztség révén. Jézus közérthető hasonlattal szól, amikor azt mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Ahhoz, hogy a szőlő termést hozzon, a szőlőtövön kell maradni. Egyetlen szőlővesző sem mondhatja, hogy ő elég önmagának, nincs szüksége a tőre, nincs szüksége arra, hogy műveljék, hogy gondozzák. Önmagától a tő nélkül soha nem fog termést hozni. Még az sem elég, hogy a szőlő tövön marad, mert ha száraz és gyümölcstelen, akkor lemetszik és elégedik. Az életünk csak akkor lesz gyümölcsöző, hogyha Jézushoz kapcsolódunk, ha belőle táplálkozunk. Nem vonhatjuk ki magunkat az ő szelíd uralma alól. Ez a mi személyes közeműködésünket is feltételezi és kér. Szent János apostol már a Krisztus követés konkrét gyümölcseiről beszél a második olvasmányban, amelyhez egy fontos figyelmeztetés társul. Ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. Ezt nagyon sokszor el kell mondanunk magunknak és környezetünknek egyaránt. Olyan könnyen tudunk szóval szeretni. Legkönnyebb kimondani azt, hogy szeretlek, ez is ezzel formában leírni, kimutatni, felszínes módon. De igazából a tettekben legkevésbé nyilvánul meg. Ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. A kereszténység ugyanis életforma, amit nem lehet mímelve élni. Ha valóban Krisztus tanítványnak valljuk magunkat, annak az életünkre, tevékenységünkre nézve mind-mind húsba vágó következményei vannak. A keresztény életforma megváltoztatja a családi életvitelt, mert itt Krisztus lesz a családfő. A keresztény család a tanúságtevő kis egyházzá válik, ahol a krisztusi szeretet az összetartó erő. Persze nem ideális sehol sem ez, de erre kell koncentrálni, erre kell próbálni figyelni. A keresztény életnek hatással kell lenni a munkánkon, mert akkor már nem kizárólag a megélhetés a cél, hanem az, hogy mások javára és hasznára is legyünk. És megváltoztatja az egymással szembeni magatartásunkat, mert nem legyőzendő ellenséget, hanem testvért kell látnunk egymásban. Mindez persze naponkénti újrakezdést és erőfeszítést igényel. Csupán emberi erőre hagyatkozva nem is lennénk képesek erre. Ezért kínálja fel Jézus szőlőtőként az ő erejét, az ő tápláló kegyelmi közelségét. Ezért nevezi a mennyei atyát szőlőművesnek, aki minden gyümölcsöt, minden apró eredményt ápol és gondoz bennünk, hogy minden gyümölcsünk maradandó és hasznos legyen mások és önmagunk számára egyaránt. Amen. Hiszek az egy Istenben, mennek és földnek,
minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberé lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az örvendő örök életet. Testvéreim, Krisztus az igazi szőlőtő, és a keresztség által egybenőttünk ő vele. Kérjük Istent, hogy életünkkel méltók lehessünk a keresztény névre. Tartsd meg, Urunk, az igazságban Szent Atyánkat, pápát, püspökeinket és papjainkat, hogy az igazi szőlőtőhöz, Krisztushoz kapcsoljanak minket. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy minden nép eljusson Krisztusban a testvéri egységre. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Engedd, Urunk, hogy egyházközségünk tagjai tudatában legyenek együvé tartozásunknak, és felelősséget érezzenek egymás iránt. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörgünk hozzád, Urunk, elhunyt testvéreink, nővéreink örök nyugalmáért, és minden bűnük bocsánatáért. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Adj, Urunk, örök nyugodalmat rokonainknak, barátainknak és jótevőinknek, akiket a földi életből magadhoz szólítottál. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add meg, Urunk, minden megholt hívednek az igazak örök jutalmát. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Élők és holtak, Istene, te legyőzted a halált, és életet ajándékoztál a világnak. Adj nyugalmat elhunyt szolgáidnak, engedd el minden bűnünket és büntetésünket, add, hogy egykor viszont láthassuk őket a színed előtt, az örök élet boldogságában, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Thank you.
imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul, isteni életed részeseivé tettél minket. Add kérünk, hogy az így megismert igazság méltó élettel meg is valósítsuk Krisztus, a mi Urunk által. Hogy minden időben magasztaljon, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn álmozattál tértünk Krisztus a húsvéti bárány, mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és feltámadásával új életet szerzett nekünk. A húsvét örömezét kiállad az egész földre, a nagyvilág örvendezve bújjon, a mennyei erők és az angyali hatalmak, dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Minden szentség forrása. Kérünk, szedd el meg ezt az adományt, áraz le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ime hitünk szent titka. Halálát hívják, Úr, idésítel vagyunk föltámadásra, amiért járnak vesz.
Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsd egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesül. Viseld a szíveden, Urunk, egyházadnak sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, kiket magadhoz hozottál ebből a világból. Dankovics Mária, Sztrelkó Gábor, Nádor Géza, Engler Viktória, Béki Gizella, Kis Lajos, Tukarcs Vendel, Csanádi Anna, Őzse Magdolna, Idős Dániel János, Somogyi Erzsi, Pádár Ilona, Perlaki Attila, Tégen Julianna, Kovács Margit, Rózsa Erzsébet Piroska, Lengyel Margit, Tóth László, Sípos Attila, Mándoki Emilia, Stupinszki Julianna, Béres Margit, Stupinszki Ilona, Farkas Jenő, Kornyák Erzsébet, Tóth Julianna, Tóth Sándor, Pap Erzsébet, Toldi Terézia, Csillag Ilona, Vámos Edit, Farkas Béla, Bihari Margit, Németh Erzsébet, T. Szabó Róza, Bérci Jenő, Szemerányi István, Csontos Anna, Lengyel Ágnes, Csontos Erzsébet, Orbázi Erzsébet, Lengyel Margit, Pataki Gyula, Petrecki Natália, Herceg Olga, Mészáros Péter, Kapási Tibor, Flak Margit, Sipos Katalin, Bencsik József, Szabó Imre, Hollósi Julianna, Özvegy Jó Sándor, Zbiskó Márton, Pádár István, Ézsiás Magdolna, Imre Éva Borbála testvéreinknek. Akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzünk meg a feltámadás reményében elhunyt összes többi testvéreinkről, mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyessével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenhatalmú Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára, és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyád, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és nem bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban,
hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménket bevárjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Feltámadás után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, Te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és dalkodsz mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkeddel. Engesztelődjetek készéből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akik a mennyi misztérumokba beavattál, vedess át a régi bűl az új életben, Krisztus, a mi úrunk által. És kérjük a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogy adja meg elhunyt testvéreinknek a boldog, örök élet világosságát. Feltámadás jelképező húsvéti gyertya fényénél, könyörögjünk most mennyei atyánkhoz, úgy, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Kérjük testvéreim Szűz Máriát, hogy közben járásával álljon mellettünk életünk egész folyamán és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, nyugodjanak békességben. Hirdetem a kedves testvérnek következőket. Holnap húsvét 5. vasárnapján, húza szentelő vasárnapján, a Szent Mise a szokott időben 11 órakor lesz. Jövő héten, hétfőn és kedden reggel 7 órakor lesznek szentmisék. Szerdán, május 1-én kezdődik a májusi áttósság, a májusi Szűz Máriának felajánlott litániát végezzük 17:30 este. Csütörtökön szintén 17:30 litánia lesz szintén a szentségimádás helyett egész májusban, 18 órától pedig szentmise. Pénteken reggel 7 órakor lesz szintén szentmise a szokott időben. Első péntek a Rózsafizér társadalmat ajánljuk fel majd a szentmisét. Szombaton szintén a szokott időben este 6 órakor lesz majd a szentmise, vasárnap pedig 11 órakor.
május hónapban minden hétköznap este 17:30 litánia, vasárnap pedig az ünnepi szentmise után végezzük el. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Ó, a szent mise véget ér, menjetek békébe! Istennek legyen hála! Jézusom, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szüzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.